Mindnyájan meg akarjuk érteni a másikat. Nem jó. Ám legjobb szándékaink ellenére is ki vagyunk téve zaklatottságoknak, nézeteltéréseknek és félreértéseknek. Nem, nézd, ez nem jó. Egyszerűen nem érted. Egyikőtök sem érti ezt. Együtt kell dolgoznunk. Ez az utolsó. Együtt kell élnünk. És együtt kell működnünk másokkal. Néha azonban úgy tűnik, hogy ezt könnyebb mondani, mint megtenni. Nem bírom tovább. Nem tudom, mit akar, vagy mit csinálok rosszul. Hányszor mondjam még neked? Nem mész sehová! Apu, mindenki ott lesz, csak én nem... Lehet, hogy van valaki, akivel nehezen jövünk ki. Az én házam! Az apád vagyok! Gyere vissza, kisasszony! Vagy próbálunk megérteni egy új tevékenységet vagy eszközt. Ha lenne mód rá, hogy jobban megértsük az embereket és helyzeteket, az nagyon értékes dolog volna. A szientológiában felfedezték, hogy minden emberi kapcsolat, sőt az élet minden része, javítható, ha tudjuk, hogy mi is valójában a megértés. Ahhoz, hogy valamit vagy valakit megértsünk, három dolog mindenképp szükséges. Ezek az affinitás, a realitás és a kommunikáció. Affinitás alatt érzelmi reakciót értünk. A valaki vagy valami iránt érzett vonzódás érzését. Vagy annak hiányát. Figyelj! A realitás egyetértés. Amiben egyetértünk, hogy reális, az reális. Például, ha ketten egyetértenek, hogy egy bizonyos csapat a legjobb, akkor ők közös realitással rendelkeznek erről. Kommunikáció alatt pedig gondolatok cseréjét értjük két ember között. Mehet, Joe! Ez milyen, Bill? Gyönyörű, Joe. Tökéletes. Az affinitás, a realitás és a kommunikáció szorosan összekapcsolódnak. Figyelj! Ha nincs affinitásunk valaki irányában, nem fogunk sok mindenben egyetérteni vele, és így, ha lesz egyáltalán kommunikáció, az nagyon kevés lesz. Ugyanígy, kommunikáció nélkül nem létezhet realitás, amiben egyetértenének, és így nem lesz affinitás sem. Próbált valaha is egy dühös emberrel beszélni? Nincs nagy affinitása, az biztos. Nem. És nem is ért egyet önnel. Kérem, uram, vegye át! Vigye vissza maga nem. Aki dühös, az lehet, hogy szavakat kiabál, de határozottan nincs kommunikációban önnel. Az affinitás, realitás és kommunikáció annyira összefüggőek, hogy elképzelhetjük őket egy háromszögként. Ahhoz, hogy létezhessen két csúcs, kell a harmadik is. A szientológiában ezt ARK-háromszögnek nevezzük. Bármely kapcsolatban mindhárom tényezőnek jelen kell lennie ahhoz, hogy megértés jöhessen létre. Íme egy példa. Ennek a két férfinak közös realitása van a régi autókról. Egyetértenek, hogy ez itt nagyon jó. 1957-es Pontiac Super Chief. Már nem gyártanak ilyen jókat. Azt tuti. Így magas szintű a kommunikációjuk. Kasz voltál. Yeah. És nagy az affinitásuk. Mondhatnánk, hogy magas az ARK-juk. Így megértik egymást, legalábbis a régi autók témájában. Az ARK háromszögnek számos hasznos alkalmazása van az életben. A háromszögnek csak az egyik csúcsát kell jobbítanunk ahhoz, hogy a másik kettőt is jobbítsuk. Például, ha apa és lánya találnak valamit, amiben egyetértenek. Apa, ez a tiéd? Igen. A realitásuk egymásról megnő. Ezek tök jók. Én is voltam fiatal. Ez aztán növeli a kommunikációjuk szintjét, és az egymás iránti affinitásuk is növekedni fog. Azonban, ha a háromszög egyik csúcsa lejjebb megy, a másik kettő is csökken. Például ez a férfi úgy tűnik nem jön ki az anyósával. Nem szereti,
ő meg ki nem állhatja őt. Az affinitásuk alacsony. Mennyire értenek egyet? Valószínűleg alig. Így nem annyira reálisak egymásnak. A realitás alacsony. Mennyire szívesen beszél a nővel? Nem igazán. A kommunikáció alacsony. Na most, ha a háromszögnek csak az egyik csúcsát megemeli, úgy találja majd, hogy a másik kettő is javul. Tegyük fel, hogy talál valamit, amiben egyet tudnak érteni. Realitás. Marjorie, tetszenek a rózsáid. Nagyon szépek. Ekkor hirtelen, még ha ez nem is óriási változás. Köszönöm. Sok kemény munkámba kerültek. Azt gondolom. Én nemesítettem őket. A nő legalább kommunikálni kezd vele, és az affinitásuk emelkedni kezd. Vöröseket és lilákat is. A három csúcs megemelésével egyre nagyobb ARK-juk és megértésük lesz egymás irányában. Ez az élet minden területére vonatkozik. Házasság. Csodásan hangzik. Munka. Ezektől lesz csapat. Egy csapat. Barátságok. De még arra is, amikor valami új dolgot tanulunk, vagy új eszközeink vannak. Minél több a kommunikációnk valamivel, annál reálisabbá válik számunkra. És annál nagyobb lesz az irányában érzett affinitásunk. Valójában a kommunikáció a legfontosabb a három tényező közül. Hogy a székek ergonomikusak, kényelmesek és mobilak legyenek. Mondhatnánk, hogy a háromszög a kommunikációval kezdődik. Néhány jó ötletem. Ó, ez nagyszerű. A szientológiában sokkal többet megtud majd az ARK-ról és annak használatáról. Halló? Megkaptad az orhideát? Meg! Nagyszerű! Ezzel az eszközzel nagyobb megértést érhet el mindenkivel, akivel kapcsolatba kerül, és az önt körülvevő világról. Valójában ez az egyik kedvenc edényem. Az affinitás, realitás és kommunikáció használatával a megértésen alapuló jobb világ csak karnyújtásnyira van. A székek, amiket terveztél, azok a legjobbak. Bámulatosak. Köszönöm.